faluban? Nu știu. Kétszer és ebben viszont szerintem be lehet menni, őket itt van. Igen, egy kis Sóstón vagyunk itt a skanzenbe. Le volt zárva, hogy építési területen semmi. Hát nem, nem ide be lehet menni. Ilyen porta? Jánk Majtisi porta. Aha. Régen. Gémeskút, melléképületek, ott van istáló, és akkor itt van a ház. Nát. Felelős. Ugye régen egy ilyen parasztházzal kiülni, milyen jobb be lehetett olyan kis épületbe baszni. Bebaszni a picsába. Ilyen kis buli porta. Régen nem volt hogy... a Torúhoz regengelig eleget. Dehogy nem. Ah, itt van, és ez volt a konyha. És akkor ez meg van ilyen. Az a régi szoba is. És itt volt a másik szoba. Hogy recsegne az ágy? Jó, édesapám Somogyi Imre és nagyszüleim tiszteletére, akik Jánk Majtison. És ott egy energiatakarékos vasaló. Laktak. Ah, és ez a másik szoba, nem semmi. Ez a dunyhás rész. Ja, itt van ezek a vastag dunyhák. Ez a gémeskút, a ház. Az ott egy fáskamra volt, ez pedig egy magtál. És itt van az istáló. Mellette itt van még egy melléképület, az meg a WC. Valószínűleg. És akkor nézzünk be itt ebbe a házba is. Kis vasút. Kemence. Még itt a nappal. Ja. Tényleg itt a kemence van, itt egy mosóteknő is van. Ágy. Két ágy. Osztal közében. Na, egy ilyen kemencét akkor kell. Ja. Itt a konyha. Hozzá. Ja. És itt van a szoba. Azon belehímezve. Na, bocsi. Semmi. Ezt megküldöm az egyik csajnak. És itt van egy gémes kút. Ami még érdekes, és mehetünk tovább. Nem tudom, mekkora itt ez a sóstói skanzen, de amit lehet, bejárunk. Ha megy... Kocsma, azt figyelj! Faluközpont kocsma! Na, akkor menjünk arra! Szerintem megtaláltuk a nekünk való szórakozást! Hátra lesz ilyen falusi kocsma, úgyhogy szolgálnak minket. Ez de szövőszék. Azért van, hogy akkor hogy milyen lófasz volt annak a neve? Aztán. Viszont azok a végébb útodok, hogy semmi mentem, meg a mestergerenda. És szintén a konyha. Meg ott egy csomó köcsög. Tírták, anya. Szerintem mennyi köcsög? Megértő. Kint van ami. Ott egy stoki. Egy mosóteknő. A még itt. A kis szoba, meg a nagy szoba. Nem semmi. Vizes. És ez itt a tilt pák tanya. Csutka száraz. Nem jön át rajta a víz. Mit? Simán ellopnék amúgy. Úgy nyilázz el, hogy csöljön. És csak meg a tetőt milyen vastag itt, hogy a vizet is rajta. A feléig vizes, a felejtől lefele, fut csutka száraz. Mondjuk, figyelj, az ajtót, az műanyagot. Bejött a tilt pák tanya. Nem lett volna felfélet húzod magad utána a sörösbe. Nem tudod meg. Sőt, az pont nincs is. Ezek tüskék azok vannak, kőműves aktivál. Ja, tényleg a kőműves aktivál ott van. Aha, és akkor itt vagyunk. Tudom, róla mutattál. Hát a kocsma meg bezárt. És itt van tovább a falu. Nyugodtan, ráérhet. Azért van ez a ford nekem, mert ágyig van itt tiszt, ki voltam vörösödek, valami ki. Azt hitte, hogy én megfelapott kapom. Meggyőzöltem. Nyilván, biztos, hogy jól néz, különben, mint hogy egy teljesen utcáról néz. Igen. Nézzünk be oda akkor. Pálinka főzde. És ott van egy sparhát. Megad ez a pálinka főző is cucc. Kérdezése, kulcsének kezelése. Azt nem érti, hogy 2.11.4-ben... És akkor be, na, nézzünk be ide is. Jó, szokásos falusi szoba. Hatalmas dunyhás ágyak, szék, asztal. És a konyha. Nem, semmi. Nézzünk még be ide is. És ezt érzétek. Ja, vaskerekű traktor. Értek, csak a nyomtávot átállítanánk, ezzel mehetnénk a kis vasúton simán. Ja, főleg. Ilyen kis MTZ hangot azt adnál ki közben. Hát itt van. Ja. Környék, Szidna, néhány kapcsolószekrény. Azért van itt.
a bekecsből. Ja. Tényleg ott az ásó és a kapa is. Akkor még egy porta, ahol még van egy működő vízcsap is. Van egy kis klórizó, de... És itt van a falusi iskola, na. Nézzünk csak be! Ezt ugye, itt végig lehet nézni az egészet is. Igen, az iskola padok. Na, ez egy osztálytelen. Semmi. Ott a tábla, a szivacs, ott a tanári asztal. Szerbusztok gyerekek, bizony sok tanulni valunk van ma, ahogy mondja kalapul. Igaz, meg a régi orosz számológép, de ez a tanári szala, hogy mi lehetett ez itt? Vezigazgatói iroda? És akkor itt lesz egy másik osztályterem, vagy itt mi van? Meg itt az ABC is. Ja, nem, mert ez kiállítási darab, de a másik az osztályterem, az nagyon az. Ja, itt az ABC tényleg. Meg Baltré, Baromfi udvar. Igen, ez a képek, az erdő állatai. Ott egy bambi. Itt meg vannak ilyen állatok, sas, tehén. Hát ezek megidézték a jövőt, nézd meg. Ezt nézd meg, itt megidézték a jövőt, piros cédula. Ebben az épületben, biztos az van kívül, ebben az épületben hatóság ezek a karanténban lévő személy tartózkodik. Ugyanolyan, ez egy piros szöveg. És itt vannak a bizonyítványok, és tanító jó körül. Figyelj, visszatudni Ilona tanyai jelenmény népiskola. Igen, itt vannak a fizetek. A tanárokon még állítom a tanároknak. Azt néztem én is, nem? Nem, a tanároknak a gyermek. Ez a villanyfűtés, ez nem kolhű, az biztos. Egy tehén. Munkában a tűzoltók. Na, itt olvasókönyvek. Dokumentum, általános iskolai dokumentumok. És akkor itt látjátok az átvedést, hogy első B osztály, de minden fapados. Aha, babakocsi kiállítás. Na, meg vagy? Akkor így. Belesek kamerával ide a kordon mögé. Az a hintaló sem. Na, megint van egy régebbi babakocsi. És itt vannak a mesterségeknek a kiállításai. Kékfestő, Kádár, kerékgyártó, és van egy babakocsi kiállítás is. Hát arról most már nem megyek vissza videózni. Majd képeket rakok be. Én valami kaló videóztam is. Kalapos mester, na azt esetleg azt még bemutatom. Az most úgy is itt van. Mondjuk sok kalap itt nincsen, úgyhogy ezt kell itt fotózni, nem is nagyon érdemes. Oh, hoppá. Mégis. Semmi. És hát akkor nagyjából ennyi is volt, hogy sikerült körbejárnunk. Az, ja, még itt van mézes kalás mester. És akkor ennyi volt a falu múzeumos videó. Amit lehetett, azt megnéztünk, most már akkor irány vissza a vonathoz. Aztán menjünk tovább. Úgyhogy ennyi volt, sziasztok!